Szép estét kívánok, köszöntöm a köztért nézőit. A nyár a diákok többségének általában az önfeledt bulizásról, a pihenésről szól, de azért minden évben van több olyan ezer diák, aki ilyenkor tördeli a kezét. Vagy azért, hogy hol folytathatja majd a tanulmányait szeptembertől, és ezen izgul, vagy éppen az államvizsga előtt van. A ma esti vendégem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke Gulyás Tibor. Jó estét kívánok, akivel megpróbálunk a következő fél órában az egyetemista és a főiskolás létről, illetve az őket érintő kérdésekről beszélgetni. Üdvözlöm. Üdvözlöm, jó estét kívánok. Elnök úr, rögtön egy megdöbbentő adattal kezdeném. A nyelvvizsga hiánya miatt még mindig több mint 90 ezeren nem tudják átvenni a diplomájukat. Törekvés az, hogy ez a szám változzon, de miért lehet, hogy még mindig ilyen magas, és mit próbál meg a HÖK tenni annak érdekében, hogy ez a szám csökkenjen, és drasztikusan csökkenjen? Hát ugye ez a szám egészen pontosan azt jelöli, egyébként ez több mint 90 ezer, ami a képzéseket vonatkoztatja. Tehát ez az, hogy pontosan hány fő, azt én nem tudom, de egészen biztosan nagy szám az, hogyha egy bármennyi fő is kezdte meg ezeket a képzéseket, ennyi diploma az, amit nem tudnak átadni. A kormány ugye időben elkezdett foglalkozni ezzel a diploma kérdéssel, és ugye volt egy diplomamentő csomag, ha jól emlékszem, több mint 10 000-en kapcsolódtak be, 6363 ember vette át a... Röviden azért ismertessük ennek a programnak a lényegét. A diplomáját ennek köszönhetően, ugye ennek az volt a lényege, hogy a nyelvvizsgában biztosított a kormány egy felkészítést a diákok számára. Ez a nyelvvizsga felkészítési program ez újra fog indulni. Ez kb. 1200-1300 embernek fog tudni segítséget nyújtani. De ezt csak azért kezdtem, mert hogy ez a 90 ezer ember, ez hát egy elég nagy hallgatói kört érint, akik már korábban megkezdték a tanulmányaikat. De hogy nekem is szólt a kérdés, hogy mi mivel foglalkozunk, hát mind a kötelező nyelvvizsgával, mind pedig a hallgatók nyelvi felkészítésére nagyon komoly hangsúlyt fektetünk. Ebben több kérdést megfogalmaztunk a kormányzat felé. Az egyik az az volt, hogy a közoktatásban kerüljön felmérés az, mi az oka annak, hogy ezek a diákok nem tudnak felkészülni, és már nem egy diplomával, vagy egy nyelvvizsgával állnak neki a diplomakszerzésnek. Egy ilyen felmérés egyébként a tavalyi évben el is indult. Külön figyelmet folytattunk arra, hogy jelezzük a kormányzatnak azt, hogy a diákhitelnek ki kell terjedjen arra is a körre, hogy az idegen nyelven folyó képzéseket lehessen finanszírozni diákhitelből. Külön jeleztük szintén a jövőkép programunkban azt, hogy szükséges lenne a felsoktáson belül a nyelvi készségfejlesztésre nagyobb figyelmet folytani. Szükség lenne a pedagógusoknak a továbbképzésére, mind a közoktatásban, mind a felsoktásban. Egy elég komplex javaslatcsomagot adtunk át a kormányzat számára. Egyébként ez a jövőkép programunk ez viszonylag sok területet érint, de kettő nagyon hangsúlyos fejezetünk is szól arról, hogy milyen változtatásokra van szükség. De hogy a nézőket felzárkóztassuk abban, hogy milyen intézkedések vannak már, illetve ehhez mi hogyan kapcsolódunk, inkább erről az oldaláról közelíteném meg. Egyrészt elindult az első ingyenes nyelvvizsga megtérítése. Ez már éppen aktuális, ha jól tudom, mert ezres a nagyságrendje annak, hogy igénybe vették ezt diákok. Említettem ezt a felmérést, ami kifejezetten azt vizsgálja, hogy a közoktatásban mire van szükség ahhoz, hogy eredményesebb legyen a nyelvvizsga felkészítés. A diákhitelnek ez a fajta döntése ez megszületett, tehát azok, akik idegen nyelvű képzésre járnak, azok már a diákhitelből ezt tudják finanszírozni. Ezen belül van egy... Bocsánat, hogy itt félbeszakítom. Eddig sem volt meghatározva az, hogy a diákhitelt mire költi el a fiatal. Ez azt jelenti, hogy bővült a diákhitelnek a kerete, és ebből tudja a nyelvvizsgát. Ugye van egy diákhitel egy, ami szabad felhasználás, és van egy diákhitel kettő, ami a képzésekre fordítandó. Tehát ebben a novum az az, értem, hogy a képzésre fordítható diákhitel kettő, az már idegen nyelvű képzésekre is fordítható. Emellett ugye említettem itt a bevezetőben rögtön azt, hogy elindult egy ilyen diplomamentő csomag újra.
Ez is egy komoly nagyságrend, én azt gondolom. Illetve én azt látom, hogy azok a megfogalmazott javaslatokat, amiket mi is tettünk, ezek elkezdett foglalkozni a kormány, és én azt gondolom, hogy várhatóak ezzel kapcsolatban intézkedések. Amit parancsoljon, igen? Volt olyan fajta törekvés is a kormány részéről, hogy már középiskolában szerezzék meg a fiatalok a nyelvvizsgát. Igen. Nem tudom ezt előírni, szerették volna, vagy meghatározni. Nyilván ez is a képzésnek a fontosságát jelenti, vagy a tanároknak a továbbképzését, hogy egyáltalán olyan állapotba kerüljenek, hogy fel tudják a fiatalokat készíteni magára a nyelvvizsgára, de ez egy reális követelés? Hát én azt gondolom, a célkitűzés reális, annak a megvalósítása az, amivel komolyan foglalkozni kell. Ez már egy előírt követelmény, tehát 2020-tól ez egy bemeneti követelmény lesz a diákok számára. A nyelvvizsgának a megtérítése az pontosan azt célozza, hogy minél jobban igénybe tudják venni ezt a lehetőséget, és ezáltal meg tudják szerezni a nyelvvizsgát a fiatalok. Nincs arra esetleg lehetőség, vagy mód, vagy nem lenne célszerű mondjuk az érettségibe úgy beépíteni ezt a nyelvvizsga követelményt, hogy ugyanúgy megszerezhető legyen, mint egy emelt szintű matematika érettségi, vagy egy emelt szintű magyar érettségi, amivel aztán tovább tudnak tanulni a fiatalok, hogy ugyanígy németből, angolból, teszem azt olaszból, megszerezzék azt a nyelvi képzettséget, ami elegendő ahhoz, hogy a felsőoktatásban tanuljanak tovább. Hát, hogyha azt nézzük, akkor szerintem az a jelenlegi rendszer ez még rugalmasabb is, hiszen hogyha valaki 10-es vagy 11-es korában nagyobb hangsúlyt fektet erre, akkor már hamarabb az érettségitől teljesen függetlenül és rugalmasan meg tudja ezt szerezni. Nem gondolnám, hogy ezen feltétlenül változtatni kellene. De még tényleg egy pillanatra visszatérve, tehát az a felmérés, ami most jelenleg készült, az pont azt hivatott feltárni, hogy hogyan tudják a közoktatásban a pedagógusok jobban felkészíteni a diákokat. Ugyanakkor a nyelvvizsga megszerzése az csak egy dolog, teszem azt, egy középiskolás fiatal megszerzi az angol nyelvből a középfokút, és tud tovább tanulni. De sok egyetemen, főiskolán nem elég egy, rögtön kettőt kérnek. Hát ugye, amikor az előbb elkezdtem egy bevezetőt, azért voltam nehéz helyzetben, rendkívül komplex az, amiről beszélünk. Egyrészt ugye megjelent ez a kötelező nyelvvizsga, egyrészt ugye már kimeneti követelmény sok esetben egy nyelvvizsga, vannak képzések, ahol több nyelvvizsga kell. Nekünk itt mindegyikkel foglalkozni kell, és közben azzal is, hogy a felsőoktatási intézményekben az egyébként az adott szakhoz tartozó szaknyelvi képzés az megfelelő minőségben történjen. Ez alatt azt kell érteni, és egyébként ezt a jogszabály is előírja, hogy az intézménynek a szaknyelvi ismeretek megszerzésére lehetőséget kell biztosítani. Ez azt jelenti, hogy az adott szak vagy képzés, amin részt vesz egy diákot, olyan kurzusokat tudjon fölvenni, amivel a saját szaknyelvét már el tudja sejteni. Tehát itt beszélünk a bemeneti követelményről, beszélünk arról, hogy több nyelvvizsga kell, beszélünk arról, hogy egyébként szaknyelvi képzésekre van szükség. De nagyon-nagyon komplex ez a dolog. És visszatérve itt arra, hogy több nyelvvizsga kell, igen, mi azért tartjuk fontosnak, hogy a felsőoktatáson belül is nagyobb figyelmet kell folytatni a nyelvi készség fejlesztésre, mert azt látjuk, hogy rendkívül vegyes az eloszlás a magyarországi felsőoktatási intézményekben annak, hogy hol ki milyen felkészítést biztosít. Azt gondoljuk, hogy az ehhez való hozzáférhetőséget biztosítani kell, mert nem feltétlenül elvárható, hogy minden család nyelvtanár vagy valamilyen nyelviskolától vásárolt szolgáltatással fel tudja készíteni a gyermekét. Hát ez így van. Na, az elején ugye én is említettem, hogy több minden miatt tördelik a diákok a kezüket ilyenkor június végén, július elején, és hát nyilván sokan várják már, hogy kiderüljön, hogy hol folytathatják majd a tanulmányaikat szeptembertől. Lesz-e idén pontotparti, és hogyan készülnek erre? Hát egészen biztosan lesz ponthúzás, lesz pontotparti. Ha jól tudom, július 25-e a tervezett dátuma, tehát ekkor fogja az oktatási hivatal bejelenteni, hogy mik a végleges pontok. Ugye ennek a rendezvénynek a buli elnevezése az a pontotparti. Ez alapvetően egy budapesti hagyományteremtő szándékkal elindult rendezvény, de szerencsére egyre több városban vannak ilyen ponthúzó bulik. Az idejében az Óbudai Egyetem a házigazdája ennek a rendezvénynek, aminek hát igazából az egyik ilyen fontos célkitűzése, hogy az intézmény, aki befogadja ezt a rendezvényt, azt színesítse az ottani programokat. Tehát, hogyha majd körvonalazódnak az ezzel kapcsolatos részletek, én arra buzdítom, akár a székesfehérvári fiatalokat is, hogy látogassanak el erre a rendezvényre. Kiknek kell a leginkább izgulni? Melyek most a legnépszerűbb szakok? Hát én azt gondolom, hogy
ugye nekem minden évben készülnem kell ebből. Hát szerintem alapvetően annak kell izgulnia, aki keveset készült, és nagyon ki kell számolni a pontjait, és ez alapvetően szaktól független. De én azt gondolom, hogy az idejében is egészen biztosan népszerűek lesznek a gazdálkodási szakok. Én azt gondolom, hogy egyre nagyobb lesz a verseny a különböző mérnöki képzések esetében, de azt gondolom, hogy aki készült, és már adott esetben a nyelvvizsgáját is megszerezte, annak nem kell izgulni a ponthúzáskor. Aki kevésbé készült, az miben bízhat? Vannak Jolly Joker szakok, ahova azért könnyebb a bejutás? Hát, reméljük, hogy több szakot jelöltek be, de egyébként, hogyha nem jelöltek be, akkor sincs nagy gond, mert hogy vannak úgynevezett pótfelvételik, ezek augusztus elején kerülnek meghirdetésre, és meg lehet nézni, mely képzések azok, amikre még adott esetben be lehet jelentkezni. De ha valakinek ez sem sikerülne, akkor nagyon jól ki lehet használni egy évet azzal, hogy valamilyen nyelvet elsajátít. Akár azzal is tölthetik. A nyarat pedig egy kis bulizással is tölthetik, és erre egy nagyon jó fesztivál Velencén, az EFOT. Most már, ha jól tudom, akkor ötödik év ad helyet az EFOT-nak. Hát ez ilyen megközelítés kérdése, mert hogy már voltunk Velencén, de egymás után ez már egészen biztosan a negyedik lesz. És igen, Velence városában is, és a Velencei tópartján lesz az EFOT az idejében is. Nekünk ugye hát Liblingünk, és mi tudjuk, hogy miért olyan jó ez a helyszín, de miért szeretik ezt a helyszínt választani? Miért jó közeg ez az EFOT-nak? Hát ugye ez az EFOT, tehát a nézők ismerik, ez egy turisztikai rendezvénye volt az egyetemisták és a főiskolás hallgatóknak, és minden mai napig az, de hát az a helyzet, hogy ahhoz, hogy a fesztivál közönséget kiszolgáljuk, ahhoz egy megfelelő környezetre van szükség. Infrastruktúrában, az ottani megélhető körülmények tekintetében, arról nem is beszélve, hogy egy vízpart milyen fantasztikus dolog tud lenni. Ezért ezt az alapvetően vándorfesztivált mi itt most rögzítettük a Velencei tó partján, mert úgy gondoljuk, hogy a város által kínált feltételek, közlekedési lehetőségek, az az infrastruktúra fejlesztés, amit elindítottunk ott a Velencei tó partján, ez egy kifejezetten nagy fesztivál befogadására képes, alkalmas, és erre hosszú távon képes. Hiszen amikor vándoroltunk ezzel a rendezvénnyel, akkor azt a feladatot hozta magával, hogy ugye évről évre ilyen teljesen új helyszíneket tábort verni. Hát az, aki szokott táborozni, vagy csak mondjuk járpecázni, nagyon jól tudja, hogy egy helynek a megismerése az mennyi idő. Na hát egy ekkora rendezvény esetében ez egy hatalmas munka, és bár hatalmas lehetőségek vannak abban, hogy mondjuk ellátogassunk egy egyetemvárosra, egy Pécsre-Szegedre, vagy mondjuk Miskolcra, és akkor ott belakjuk a kampuszt, ez egy fantasztikus dolog, vagy éppen mondjuk Székesfehérvárra, itt valahol a belváros környékén, de azért mégiscsak a mostani fesztivál elvárásoknak a biztosítása érdekében egy olyan helyszín kell, ahol kényelmesen elférnek az emberek, és biztosítani lehet azokat az infrastruktúrális feltételeket, amiben jól tudják magukat érezni. Hogyha azért visszamegyünk az első velencei bulikra, akkor azért ott még volt felháborodás a fesztiválozók részéről, mert egyszer nem tudtunk még mindent biztosítani, hát ezért is maradtunk, amellett, hogy egyébként nagyon jól érezzük magunkat a térségben, is ebbe beleértem mondjuk a székesfehérvári városvezetésnek a hozzáállását is, hiszen velük is kapcsolatban vagyunk. Mi örülünk a helyszínválasztásnak, félre ne értsen. Viszont azt is jó látni, hogy önök is szeretnének adni Velencének évről évre, így lesz az idén is, mert hogy? Tervezünk egy önkéntes akciót a héten, ami egyébként pont azért fogalmazódott meg bennünk, mert hogy azt gondoljuk, hogy ebben az együttműködésben próbálunk adni a településnek, tehát hogy mi is próbálunk fejleszteni, van egy kölcsönös együttműködésünk a településsel, ami remélem, hogy egy gazdasági értelme egy jó dolog, és ezt így is talán látják a lakosok is. De szerettünk egy picit jobban a település felé fordulni, és megmutatni azt, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk, és mint hallgatói közösség szeretnénk tenni a környezetünknek az épüléséért, és ennek egy ilyen szimbolikus kifejezése, hogy ezen a héten tartunk egy önkéntes akciót, ahol hallgatóknak a bevonásával
területet fogunk rendezni, kerítést fogunk festeni az egyik iskolában. Egészen pontosan ez a holnapi napon lesz, amivel bízom benne, hogy a velencei polgárok fogják látni, meg érezni, meg értékelni azt, hogy fontos nekünk ez a település. A másik a gyerekeiken keresztül majd ők elmesélik, hogy mennyire megszépültek az intézmények. Három hét van még a fesztiválig, hogyha jól számolom, de nem vagyok teljesen biztos a dátumokban. Különféle bérletakciókkal is készülnek, és hogyha jól tudom, akkor még a diák kedvezményekkel lehet élni itt a napokban. Igen, még a dambokban lehet élni. Utána sincs nagy baj, én azt gondolom, hogy ez a rendezvény teljesen elérhető a fiatalok számára. Ez egy fontos évről évre elvárt ilyen célkitűzésünk a menedzsment irányába, hogy mind a fesztiválbérlet, mind pedig a helyszíni árak legyenek elérhetőek, illetve biztosítson a fesztivál tehát olyan szolgáltatásokat, hogy ez egy diák számára egy élhető hét lehessen. Tehát azt gondolom, hogy aki lemaradt, annak is mindenképpen ajánlom a rendezvényt a figyelmébe. Tehát ahhoz képest, milyen programokat szervezünk, ahhoz képest rendkívül jó áron elérhető ez a fesztivál. Az idei évben lesz több nemzetközi fellépőnk. Szerintem, ami a rendezvénynek egy ilyen fantasztikus sajátja, hogy folyamatosan sportprogramokat biztosítunk, olyan szabadidős kikapcsolódási lehetőségeket, ami egész hétre élményt nyújt, nappal is. Szerintem a civil terünk az egy ilyen nagyon pezsgítő, fantasztikus kis tér, ahol több száz résztvevő szokott megjelenni. És hát ott van a Velencei tó, ami szerintem egy fantasztikus adottsága ennek a területnek, és hát rengeteg helyen különféle programokkal lehet találkozni. Most nyilván egy nagy színpad programja az így mindenki számára kézenfekvő, meg egy elérhető információ, de olyanokra is igyekszünk odafigyelni, hogy akinek valamelyik este kedve van a táncházhoz, az ellátogathat a Buzsika szigetébe, tehát ilyen egészen színes programokkal szoktunk készülni. Nem lehet könnyű feladat egyébként kitűnni itt most a fesztivál időszakban, a Magyarországon fellehető sokfajta kínálatból, most éppen a Bolt zajlik, aztán hamarosan lesz a Balatonszánd, ott van a Szegedi Ifjúsági Napok, tehát azért tényleg a szervezőknek ez egy nagy feladat lehet. Hát bizony, ez egy nagy feladat, amiben szerintem nagyon jó helyt tudunk állni. Szereti a felsőoktatási hallgatóság a rendezvényt, folyamatosan szoktunk felméréseket végezni. Ezzel kapcsolatban, hiszen ugye több mint 120 ezer résztvevő van, tehát mi is felmérések alapján tudjuk megnézni azt, hogy hány évesek látogattak el hozzánk, miért, mit, hogyan értékelnek, ezeket folyamatosan nézzük és próbáljuk fejleszteni a rendezvényt, de szerencsére a 23 évesnél idősebb felnőttek is nagyon szívesen látogatnak a rendezvényre. Ez így van, egyébként visszatérünk szívesen, mert hogy szeretjük a fiatalkorunkat egy kicsit újraélni vagy megélni. És esetleg, hogyha van gyermek, akkor különösen ajánlom a rendezvényt, hiszen lesz egy gyermekmegőrző, ahol a kikapcsolódni vágyó szülőknek igyekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy érezzék jól magukat, mi pedig biztosítjuk arra, hogy vigyázzunk a gyermekeikre. Na, ez egy szuper új jelen, biztosan, hogy éri majd a lehetőséggel. Beszéljünk most a Hőoknak egy másik programjáról, ez a mentor program, amelyet, hogyha jól tudom, akkor meghosszabbítottak a vizsgaidőszakra való tekintettel. Mi ennek a programnak a célja, és miért hívták életre? A mentor program az kifejezetten a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan a hátrányos helyzetű fiataloknak a segítésére jött létre. Ugye itt a módszer az a kortárs segítés, tehát már bent lévő felsőoktatási hallgatók kapnak egy képzést, egy folyamatos felkészítést és vezető irányítást abban, hogy milyen dolgokban kell segítséget nyújtani. Lehetőségük van a nehezebb helyzetben lévő fiataloknak, hogy válasszanak maguknak egy mentort, egy kortást, aki be tudja őket vezetni az egyetemi életbe, a mindennapokba, és egy folyamatos segítséget tud nyújtani. Ami mellett ez a program egyébként különböző képzéseket is biztosít a hallgatók számára, ami szerintem egy fantasztikus lehetőség, mert hogy mondjuk egy elsőéves hallgatóként részt venni egy tanulásmódszertan, nem tudom, továbbképzésen vagy ilyen kurzuson, azért az egy hatalmas lehetőség, főleg, hogyha valaki már
kipróbálta a gyors tempójú vizsgára készülés, és akkor ahhoz képes kap egy ilyen képzést, az egy nagy lehetőség, én azt gondolom. Én azt gondolom, hogy nagyon népszerű a program, tehát egyre többen jelentkeznek, hát az idei évben szinte majd meg háromszorozott a... Létszámkorlát van? Nincs? Hát az idei évtől elkezdünk majd valószínűleg létszámkorlátot bevezetni. Ennek az az oka, hogy szeretnénk azt, hogy az a minőség, amit mi célul tűzünk ki, azt minden esetben szem előtt tudjuk tartani. Illetve nagyobb és komoly figyelmet fordítsunk azokra, akik nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak, és adott esetben mondjuk számukra biztosítsunk további szolgáltatásokat, éppen mondjuk egy nyelvi felkészítésben való közreműködést. 2015 évében vette fel az elnöki címet, akkor választották meg első alkalommal, és hát 3 éve azért most már szerintem tudunk egyfajta összegzést adni a nézőknek arról, hogy milyen munka folyt. Hogyha jól emlékszem, akkor a pályázatában például szerepelt a hallgatói önkormányzatok gazdasági működésének a rendbetétele. Például ez a törekvés mennyire sikeres? Hát nagyon-nagyon sok dologgal foglalkozik a pályázatom. Éppen időszerű ennek a kiértékelése, mert én is már készülök a feladatnak az átadására és leadására, és emellett is én azt gondolom, hogy az a természetes, hogyha egy vezető bizonyos időközönként kiértékeli azt, hogy mivel éppen hol tart. És hát épp egy ilyen hatalmas felmérést végeztünk ezzel kapcsolatban, megnéztük, hogy melyik programpont hogy áll, és 95% lett a teljes programnak a teljesítettsége a kiértékelés alapján. Hát most itt a hallgató... Ez önkor... egy jó számnak mondtad. Én azt gondolom, hogy ez elég lehet. De elnök úr is elégedett? Tehát valóban ezt is látja viszont? Vagy azért mindig ott vannak a kérdések, hogy még ezt is kellett volna, és még ezt is kellett volna? Hát nem azt nézem, hogy ezt is kellett volna, hanem hogy mi van még, és mi az, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Én azt gondolom, hogy az utódoknak ebben kifejezetten nagy, nem tudom, ilyen... Nagy szerep jut, meg hát mi is komoly segítséget tudunk nyújtani, hiszen nagyon sok dologgal, hogyha már mondjuk a gazdálkodási kérdésekről van szó, mi ajánlásokat fogalmaztunk meg, képzéseket kezdtünk el ezzel kapcsolatban szervezni. Azért az fontos tudni a nézőknek, hogy a hallgatói önkormányzatok azok szerves részei a felsőoktatási intézményeknek. Az ottani vezető, a rektor és a kancellár, mint az intézmény első számú vezetői, ugye előbbi a törvényességfegyet gyakorolja, utóbbi a gazdálkodásnak az első számú vezetője, felel azért is, hogy a hallgatói önkormányzatban minden rendben legyen. Mi abban tudunk nagy segítséget nyújtani egy hallgatói önkormányzatnak a működésében, hogy aki belép, azt tudja, hogy milyen szabályok vannak, aki már valamilyen rendszert működtet, az tudja azt, hogy milyen lehetőségei vannak annak a továbbfejlesztésre, hogyan tudja hatékonyabban csinálni, más intézményi tapasztalatokat tudunk átadni. Hát ebben mi rengeteget segítettünk az intézményeknek, és én azt gondolom, hogy ebben is egy komoly támaszt tudtunk nyújtani. Többször említette, hogy a feladatot át szeretné majd adni. Miért? Hát egyrészt én eddig terveztem, másrészt a mandátumom nem is hosszabbítható meg, de egyébként nem is szeretném. Az idei év végéig fog szólni a mandátum, októberben lesz a hőkon belül a következő választás, és ennek megfelelően van egy 3 hónap, amíg át lehet adni ezt a feladatot. Én azt gondolom, hogy fantasztikus dolgokban vehettem részt, hogyha majd a műsor eleje a nyelvvizsgáról szólt, itt is rendkívül sok felvetéssel, meg elképzeléssel kerestük a kormányzatot. Szerintem hihetetlenül nagy figyelmet kapott ez a terület is, és nagyon sok jó dolgot sikerült elindítani. De természetesen még vannak olyan ügyek a felsoktásban, amikben az ember szívesen részt venne, meg még szívesen foglalkozna vele, mert egészen fantasztikus érzés ezzel a területtel foglalkozni. Esetleg marad is ennél a szakmánál? Valamilyen utómódon? Elképzelhető, majd meglátjuk. Most arra fordítom minden figyelmet, hogy lezárjuk a megkezdett feladatokat, és utána azt a lehető legjobban átadjuk az utódoknak. Akkor egy paksamétát kap majd az utód? Hát egy nagyon nagy paksamétát fog kapni, ami látszólag, hogy egy
pendrive-on kicsinek fog tűnni, de majd látják, hogy nagyon sok dolgot. Mekkora tárhely, ugye, attól függ azon a pendrive-on, hogy mekkora tárhely. Többlet maradhat, ez az adománygyűjtésnek a címe, amit még tavasszal szervezett meg a Hallgatói Önkormányzat. Mi volt ennek a célja? Kit szerettek volna ezzel támogatni? És az ilyen jellegű jótékonykodás mennyire lett része ez alatt a 3 év alatt a hőnk? A jótékonykodás, az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás egy szintén fontos pontja volt a programomnak, és azt a döntést hoztuk, elnézést, akkor tudunk ezen a területen a legjobbak lenni, leghasznosabbak a társadalomban, hogyha bizonyos ügyeket célul kitűzve elkezdjük mozgatni a környezetünket, azok az ügyek, amikkel foglalkozunk, abban másodlagos, harmadlagos célkitűzéseket fogalmazunk meg, amivel szintén támogatjuk a környezetünket. Ezért maga az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalásnak a különböző ilyen megközelítése és felfogása, ezek abszolút fontos részét képezték a programnak, hiszen ugye pár perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy Velencén is lesz egy ilyen akciónk. Ez az adománygyűjtés, ez kifejezetten a mentor programnak a tagjaival szerveződött. Ugye abban a megfogalmazásban, hogy önsegítés, tehát nehéz helyzetben lévő fiatalok fektettek abba energiát, hogy egyébként más nehéz helyzetben lévő polgártársaiknak segítsenek, és az élelmiszergyűjtést fogalmaztuk meg, hiszen, és ez is lehet egy üzenet, rendkívül sok ilyet tudnék mondani, hiszen ugye ezt a húsvét előtti időszakban tettük. Talán pont ezért is kaphatott kevesebb figyelmet, esetleg a nézők lehet, hogy nem is találkoztak vele, hiszen ilyenkor azért a választások környékén nehéz egy ilyen típusú ügyel szerepelni, ezért külön köszönöm az érdeklődést, meg azt, hogy szóba hozta. Hiszen rendkívül sok élelmiszer gyűjtöttünk, több tonna élelmiszeradományt sikerült gyűjtenünk. Ezek a felsőoktatási intézményeknek a különböző gyűjtőpontjain kerültek leadásra. A mentorprogram tagjai voltak a szervezői és a gyűjtői, és még ezen kívül hallgatók, akik önkénteskedtek ebben a projektben. És van egy úgynevezett karitatív tanács, ami a meghatározó szervezeteket gyűjtik össze, akik ilyen segélyakciókkal foglalkoznak, és akkor az ő segítségükkel tudtuk ezt, és tudjuk eljutatni a nehéz helyzetben lévő családokhoz. De hogyha még van egy percem, akkor azért azt is elmesélném, hogy például amikor volt a Minority Safe Pack aláírásgyűjtés, ami ugye egy európai polgári kezdeményezés, ami a magyar közösség szempontjából egy rendkívül fontos ügy volt, hiszen a Kárpát-medencében élő magyar kisebbség jogait hivatott biztosítani és előmozdítani és azt támogatni. Abban is egy komoly önkéntes akciót indítottunk el, ami nem csak hazai volt, hanem egyébként Kárpát-medencei, tehát az együttműködő partnereink, akik a felvidéken, Vajdaságban, Erdélyben dolgoznak, ők is ebben aktívan közreműködtek. És egyébként azért jutott eszembe, mert például a mentorprogramnak a tagjai is ebben nagyon sokat segítettek nekünk. De ugye ott valamilyen, azt hiszem, jól emlékszem, 50 ezeres aláírásgyűjtési célszámot tűztünk ki magunknak, és azt gondoljuk, hogy ezt teljesítettük, hogy itt az online aláírásgyűjtés miatt ezt nehéz meghatározni. De fantasztikus érzés volt látni azt, hogy amikor ott voltunk terepen, akkor már nagyon sok fiatal azt jelezte vissza, már aláírtam. Hát köszönjük szépen, hogy mindenről beszámolt nekünk, és remélem, hogy a jövőben is folytatódnak az ez irányú törekvések. Önnek pedig sok sikert kívánok, akkor majd 2019. januárjától. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen önöknek is, hogy velünk tartottak. Tegyenek így jövő héten is, hiszen jövő héten is lesz köztér. Viszontlátásra.